Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai istentiszteletünk kezdetén a 38. Zsoltár 1. és 22. versét énekeljük. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét Mikeás próféta könyvéből, a mai napra kijelölt ószövetségi szakaszból, a próféta könyvének 7. részéből, az első 9 versből. Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Alattomban mindannyian vértontanak, hálóval vadásznak egymásra. Jól használják kezüket a rosszra. A vezető ember követelőzik, a bíró lefizetésre vár, a főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Aki a legjobb köztük, olyan, mint a tüskebokor, a legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. De eljön még számodra az ítélet napja, amelyet őrállóid láttak. Akkor lesz majd zűrzavar. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok jó ismerősben, még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz. Mert a fiú gyalázatosan bánik apjával, a lány anyja ellen támad, a menny az anyósa ellen, az embernek saját házanépe is az ellensége. De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem, meg fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Viselnem kell az Úr haragját, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül, reménykedünk, örök Isten, te légy segítségül. Dicsérhessünk és lehessünk Jézus szava hallgatói, igaz megtartói. Ámen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igéjének hirdetésére, az ige meghallására, 512. dicséretünk első és második versét énekeljük.
Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét János evangéliumából, János evangélium a 6. részéből, az első 15 versből. Jézus ezután elment a Galilei tengernek, Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Mikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Mikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Kedves testvérek, csoda történetet olvastam, és elmondhatom, hogy leginkább azért csoda történet ez, mert a legnagyobb realitás van benne. Úgy is kezdődik a történet, a tanítványok valóban realisták. Ugyan néhány kenyérből meg halból hogyan lehetne 5000 embert megetetni? Ám ezzel a felvetéssel előre viszik a csodatétel értelmét, vagyis azt, amit János evangélista így mond, jel. És ebben a történetben ez a kulcs szó, jel. Jézus jelet adott. Mi következik belőle? János evangélista, jegyezzük meg, eleve nem beszél el evangéliumában annyi csodatettet, mint a többi evangélista. Mondhatni, csak egyet-egyet mesél el. Például elmondja a kánai mennyegzőt, ahol Jézus a vizet borrá változtatta, és azt mondja róla az evangélista, ez volt az első jel, amit Jézus tett. Később aztán Jézus meggyógyít ugyanitt Kánában egy gyermeket, és azt mondja János evangélista, ez volt a második jel. Ám azt a tényt János evangélista is megjegyzi, hogy sokan, nagyon sokan, ezrek mentek Jézushoz, miután látták a jeleket, látták a csodákat. És tudjuk azt is, hogy sok csodát elbeszélhetne János evangélista is. Az evangélium a végén éppen ő mondja, hogy amit Jézus tett, ha meg akarnánk írni, a világ összes könyve se foghatná be. Ő csak néhányat mond el azért, hogy higgyünk Jézusban. Ezeket, melyeket János elbeszél, igen részletesen, minden körülményre kiterjedve mutatja be. És itt is ismétlem, azzal kezdi, hogy miután az emberek látták a csodákat, látták Jézus jeleit, vagyis az, hogy hogyan gyógyít beteget, hogyan változtatja a vizet borrá, oda gyülekeztek Jézushoz. És itt a történet végén, megismétli János, miután látták a jelet, a kenyér megsokasításának csodáját, azt mondják egymásnak: biztos, hogy ez az a próféta, akinek el kellett jönnie a világról. És ez a próféta, akiről a régiek jövendöltek, szép korszakot hoz el.
Ezt idézik fel az emberek az emlékezetükből, a váradalmukból. Amikor azonban Jézus észrevette, mondja az evangélista, hogy el akarják ragadni, magukkal akarják vinni, királyt akarnak belőle csinálni, ismét elvonult egymagában a hegyre. Vagyis jól érzékelteti velünk az evangélista, hogy az emberek látták a jelet, de egyáltalán nem jelnek vették, hanem összesúgtak, Jézus a mi emberünk. Ő az, akiről a proféták beszéltek. Ő az, akire mindig várt az ember, akire mindenkor embere várt és vár. Ő a megoldó ember. Lám, nem fogy ki kezéből a kenyér. Ez a megoldás. Mert ha a kenyér nem fogy ki, akkor jönni fog a többi is. Gyógyulás, győzelem, boldogság. Szűnik a szorongás, egy csapásra eltűnik minden gond. Sokszor szoktuk mondani, amikor egymással beszélgetünk, érdeklődünk barátoknál, rokonoknál, család állapotukról, helyzetükről, azt mondják, csak egészség legyen. Milyen erős mondás lett ez mostanában, csak egészség legyen. Mások meg ezt szokták mondani, csak kenyér legyen. Én sokszor szoktam mondani, csak béke legyen. De nem inkább azt kellene mondanunk mindent belefoglaló értelemben, csak Isten legyen, csak Isten legyen velünk. Erre tanít bennünket ez a történet. Legelőször is megtanít minket arra, hogy az Istentől való elszakadásunknak, az ellene való lázadásunknak, a kificamodott emberi életnek sok súlyos következménye van, leginkább kettő, a szűkösség és a betegség. Maga Jézus így tanít bennünket imádkozni, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és szabadíts meg a gonosztól, a rossztól. És bizony, ha egészség van, biztosak lehetünk abba, hogy nem rohan halálba az életünk. Ne ítéljünk tehát könnyen ezekről az emberekről, arról az 5000-ről, akik látták a csodát, el akarták ragadni Jézust, hogy királlyá tegyék. Hiszen ilyen király kell, megoldó ember kell. Őt kell az első helyre ültetni, az ő kezébe kell adni az élet minden dolgát, rá kell bízni a törvényeket, hagyjuk, hogy uralkodjék fölöttünk, és az ő kezéből mindig bőséggel telik a kenyér, kezéből sok-sok áldással jön a gyógyulás. Éppen ezért ezt is figyelembe kell vennünk másodsoron, megdöbbentő, amit az evangélista itt leír. Jézus észrevette, hogy jönni akarnak, el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, ezért ismét elvonult egymaga egy hegyre. Később aztán Jézus az utána igyekvő tanítványoknak elmondja a visszahúzódásának az okát. De most még csak a dráma közepén vagyunk, ne szaladjunk előre. Ez a dráma, hát nem itt van a döntő momentum. Nem itt van a legfontosabb óra. Hát nem most kell bekövetkeznie annak, minden ember szívében ott van a magja, ímé itt a megoldás mindenre. Hát nem erről jövendőltek a proféták, és nem ezt várták a régiek. És nem ezért jött vajon Jézus? Hát nem azért jött közénk, hogy mindez bekövetkezzen. Mi következzen be? Isten uralmat vesz az ember fölött, de nem erőszakkal, hanem úgy, ahogy Jeremiás proféta jövendőlte, Isten az ő törvényét a szívünkbe írja. És ez akkor történik meg, amikor az ember szabadon, önként aláveti magát Isten uralmának. Vagyis Jézus nem akarja magát erőszakolni senkire, hanem megfordítva azt látjuk, most az emberek akarnak rajta erőszakot tenni, és idézőjelben mondva, mint egy önkéntesen önmaguk fölé emelni. Összeesküvés szőnek, összebeszélnek, és ők akarják Jézust arra kényszeríteni, hogy király legyen. Még egyszer mondom, nem Jézus kényszeríti az uralmát ezekre az emberekre, nem mondja egy percig sem azt, hogy nos,
5000-en kaptatok bőséggel enni, hol a trónom? Mikor emeltek pajzsra? Hol a kardom? Hol a seregem? Enyém a hatalom. De Jézus sem ezt nem mondja, sem elragadni nem hagyja magát ebben a szép, mámoros pillanatban, hanem kivonja magát. Szinte elmenekül onnan. Így mondja ezt az evangélista, ismét elvonult egymaga a hegyre, és ezt úgy is fordíthatjuk, hogy elmenekült, mert ugyanezzel a szóval írja le Máté evangélista azt, amikor József és Mária és a kisded Egyiptomba menekültek Heródes haragja elől. Tehát mint egy pánikban, mint egy magányosan vonul vissza Jézus, és még a tanítványai közreműködését sem kéri. Sőt, később, az imént idéztem, azt mondja az utána igyekvő tanítványoknak, ti sem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek abból a kenyérből, és jól laktatok. Majd hozzáteszi, munkálkodjatok azért nem az eledeléről, mely elvész, hanem amely megmarad az örök életre, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt az atya pecsételte el. Lám, a tanítványait is az emberek közé kell számítanunk, mert Jézus is oda számítja őket. Hova máshová számíthatná? De mi a jel, amit sem az 5000, sem a 12 tanítvány nem ért? Ez az üzenet, amit Jézus mond, munkálkodjatok, fáradozzatok olyan eledelért, amely megmarad örökre. Ezzel pedig Jézus azt mondja ki, hogy ő azért jött, hogy helyreállítsa Istennek és embernek a dolgát. Istennek és embernek a dolga abban van elrontva, hogy mi magunkba akarjuk zárni az isteni világot. Nekünk kell az erő, nekünk kellenek az isteni áldások, kellenek a megvilágosodások. Igen, ez így van. De mi akarjuk a kulcsot is a kezünkbe kapni a magunk életéhez. Egy szóval mondom, királyt akarunk. De közben a mulandókért fáradozunk. Mert azt a kenyeret, amit Jézus adott, és aminek a maradékát összegyűjtette és szétosztatta a szegények között, mégiscsak mulandó eledelnek nevezi. Azért is kellett ezt a kenyeret összeszedni, hogy össze ne száradjon, el ne vesszen, hogy amíg épp, szét lehessen osztani. János evangélista megjegyzi ennek a történetnek a kezdetén, hogy közel volt a húsvét ünnepe. A húsvét pedig az örök életre utal. Egyszer azt mondta nekem, kissé tréfálkozó valaki egy istentisztelet után, tiszteletes úr, azzal a kis darab kenyérrel, meg azzal a korty borral, amit nekem ad úrvacsorakor, azzal bizony nem lehet jól lakni, annak az erejével még a déli pályaudvarig se tudnék elgyalogolni. Rátoldok, azzal még a királyhágótérig se lehetne eljutni. De vele, az úrvacsora kenyerével és borával egészen Isten országáig el lehet menni. Erről beszél Jézus. Mit tegyünk hát, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Isten dolga az, mondja a üdvözítőnk, hogy higgyünk abban, akit ő küldött. És mit jelent Jézusban hinni? Csupán kérdem, elhisszük, hogy csodát tud tenni? Elhisszük, hogy a kezéből nem fogy ki a kenyér? Ennyit jelentene Jézusban hinni? Hiszen ezt mindenki látta, ezért is akartak belőle királyt csinálni. Hinni Jézusban azt jelenti, hinni, hogy ő benne, Isten megnyitotta számunkra az utat az örökkévaló felé. Az ember hajlamos arra, hogy bezárja önmagát önkörébe. Mi beengedjük az életünkbe az Istenit, de aztán gyorsan be is zárjuk, és ezzel mulandóvá tesszük, és ezzel el is sikkasztjuk igazi értékét. Jézus azért jött, hogy megnyissa nekünk az utat az örökkévalóba, az Istenibe.
Hinni ő benne tehát azt jelenti, rábízni életünket egészen az isteni erőkre. Én már nem a mi életünk hordozza az örökkévalót, mert a véges nem hordozhatja a végtelent, hanem az örökkévaló fogadja be mulandót, és a végtelen hordozza a végest. Isten hordozza az embert. Övé a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Feleljön, kedves testvérek, Isten igéjére, énekeljük 395. dicséretünk verseit, Isten szívén megpihenve. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Krisztus Jézus által, hűségedre bízzuk magunkat. Vonj minket oltalmazó szárnyaid alá. Vezess áldó kegyelmeddel, újíts meg mennyei erőiddel, ragyogtasd ránk Krisztus világosságát. Gyógyítsd a betegeket, erősítsd a gyógyítókat, tedd bölcsé a felelős vezetőket. Könyörgünk családtagjainkért, barátainkért, népünkért és a világ népeiért. Hárítsd el tőlünk a rosszat, hozz reményt, adj életet, Krisztusban örök életet. Ámen. Mondjuk el közösen a mi Urunk Jézusunk imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozást, Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Köszönjük mindenki felajánlását, aki most a nehéz és szűkös időkben is támogatta gyülekezetünket,
és kérem azokat is, akik más gyülekezethez tartoznak, támogassák a maguk gyülekezeteit, hiszen tudjuk, egyházunk a gyülekezeti tagok önkéntes felajánlásaiból fedezi szükségeit. Gyülekezeteink tagjai láthatják hétről hétre, szépül, alakul templomunk felújítása. Köszönjük az eddig tett adományokat, felajánlásokat, és buzdítom gyülekezetünk tagjai további adakozásra is, hiszen templomunk belső kialakítása teljes egészében a mi tervünk. A mai este kezdődik az ökumenikus imahét, az országos nyitó alkalmat televízión is lehet közvetíteni. Itt a 12. kerületben, ebben az esztendőben a vírusjárvány miatt, illetve a korlátozó intézkedések miatt nem tartjuk meg az összejöveteleket. Ellenben minden este gyülekezetünk honlapján közzéteszünk a minden napra kijelölt igéhez egy rövid magyarázatot és egy imádságot. Ilyen módon némiképpen, ha nem is teljesen, lehet pótolni az elmaradó imaközösséget. Otthon, egyedül, családjában kiki ezeket az imádságokat elmondhatja, és így adott időben sokan mondjuk majd el azt. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 274. dicséret verseit énekeljük, ki Istenének átad mindent.
Végezetre vegyétek Istennek áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk.